A legjobb hulladék a nem keletkező hulladék. A hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A püspöktorányi lakosok pedig egyre környezettudatosabban élnek és előszeretettel használják a városban található szelektív hulladékszigeteket, amik elég hamar megtelnek. Itt lakunk a Honvéd utcán, van hulladéksziget, nagyon sokat használjuk, a műanyag üvegeket általában azokat visszük ki. Én elég hasznosnak tartom, mert a mi kukánkba amúgy se férne, hogyha beleraknánk, már csak abból is, de meg a környezetvédelem szempontjából is. A környezettudatosság miatt használják, gondolom én, meg azért, hogy tényleg a kukáink ne teljenek meg annyira. Hamar megtelnek, pláne nyáron. Hát gondolom, hogy csak szomjasabbak az emberek a nagy melegben, és ezáltal sokkal több a műanyag üveg. Két kuka van a közelünkben, ez meg a másik oldalon a másik. Mennyire használjátok? Általában használjuk, csak egy nagy problémánk van, hogy nagyon hamar betelik. Egy, mert tele van a kuka, ha maba dobáljuk, a saját kuka. Amúgy meg nem tudom, egyszerűen nem tudom kidobni az újságpapírt, csak úgy a többi ételmaradék közé, meg ilyesmi, nem tudom, nem visz le a lélek. Mindig hamar tele van a kuka. Szerintem ekkora lakótelepnek kevés ez a két kuka. Püspöktorányban jelenleg összesen 22 hulladékgyűjtő sziget található, melyek a város teljes területét lefedik. Tájékoztatta televíziónkat Simon Péter, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Az bizonyára valamennyi püspökladányi lakos emlékszik, hogy 2007. október 1-én indult meg a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatása a településen, és nem csak püspökladányban, hanem a környező Sáréti, valamint ugye, mint nevünkből is fakadóan a Sáréten kívül a bihari településeken is 2007. szeptemberében, októberében kezdtük meg a közszolgáltatást. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazta már akkor a szelektív hulladékgyűjtést, oly módon, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek lettek kihelyezve, ahol három frakcióban lehet a mai napig is gyűjteni a hulladékot, tehát lényegében már a mi szolgáltatási kezdetünktől fogva már lehet szelektíven gyűjteni a lakosságnak a hulladékot. Püspökladányban 22 darab szelektív hulladékgyűjtő sziget van. Már legelső percben az önkormányzattal mindig közösen valamennyi településen, egy püspökladányban is közösen dolgoztuk ki. Lényegében az önkormányzatok jelölték ki, hol legyenek azok a szigetek elhelyezve, ahol forgalmasabb helyen, bevásárlás, lakókörnyezethez, nagyobb lakósűrűségi környezethez közelebb essenek, ugye hát gépjárművel nagyjából megközelíthető, könnyedebben megközelíthető legyen, és ne is legyen zavaró, mert nagyon sok helyen zavaró hatással vannak ezek a szigetek pontosan a hulladék odahordása révén, valamint ezek a szigeteknek a kihelyezése az engedélyhez kötött, tehát minimum egy ilyen terület foglalási engedély, de ilyen építési engedély jellegű engedélyhez kötött, amit az önkormányzatok adnak ki, úgyhogy az önkormányzatok kijelölésével ők határozták meg, hogy hol érdemes ezeket kitelepíteni. Ügyvezető úr riporterünknek elmondta, a szelektív hulladékgyűjtésnél megkülönböztettünk téli és nyári időszakot. Télen kevesebb például a papír hulladék, míg nyáron sokkal több a műanyag palack. Utóbbi esetében pedig nem az ürítések gyakorisága változik, hanem plusz edényzet kerül kihelyezésre. Ennek a hulladéknak is, mint a többi egyéb kommunális hulladéknak van egy szezonalitása. Ugye megkülönböztetjük a téli-nyári időszakot, amikor nyáron sokkal több PET-palack képződik, ugye a folyadék megnövekedett folyadékfogyasztása miatt. A téli időszakot sajnos a papírhulladék szinte alig-alig keletkezik, mert az emberek kényszerűségből elégetik, így hasznosítják otthon ezeket a jellegű hulladékokat. Emiatt egy szezonalitást mutat, tehát a csúcsidőszak mindenféleképpen a nyár. Ebben az esetben elmondhatom, hogy átlagosan heti rendszerességgel történik valamennyi frakciónak a gyűjtése. Azokon a helyeken, ahol esetleg hamarabb megtelik, ott plusz edényzet az adott hulladéknak megfelelően. Tehát, hogyha mondjuk a PET palackok zömében ezek szoktak leghamarabb megtelni, akkor még egy edényzetet helyezünk ki, és azáltal nem az ürítési gyakoriságot, hanem a gyűjtedénk számát növeljük meg.
A szelektív szigeteknél a jelzések különbözőek lehetnek, de a konténerek színe mindenhol egyértelmű jelzést ad a benne gyűjtött anyagfajtára. Éppen ezért a papír, műanyag és üveg mellett úgynevezett társított dobozokat vagy alumínium dobozokat is elhelyezhetünk ezekbe a gyűjtőedényekbe. Ezek a hulladék, szelektív hulladék gyűjtést szolgáló szigetek, ez abszolút a szabvány szerinti színkóddal vannak ugye ellátva, tehát három frakciót gyűjtünk. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag három fajta hulladékot lehet szelektíven gyűjteni, mert ugyanis a sárga, kék és zöld hulladék, ami ugye az adott hulladéknak, vagy legalábbis a jellemző hulladéknak a színét kódolják. A sárga hulladék ugye az a műanyag hulladéknak, amit elsősorban a PET hulladékok jelenti, a kék konténerek azok a papír jellegű, tehát a papírcsomagoló szóróanyagok, újságok, könyvek, amik már esetleg nem szükségesek, valamint a zöld konténerek, azok az üveg, fehér, színes üveg, öblös üveg, egyéb italos és más jellegű üvegek gyűjtésére szolgál, de vannak olyan csomagolóanyag, élelmiszercsomagolóanyag típusok, mint például a PET palac, tetrapak csomagolóanyag, ugye a gyümölcsleves, teljes és egyéb italok csomagolására, melyeket szintén a sárga konténerbe, valamint a alumínium italos dobozok, ugye hát a sörös és a üdítés dobozok, ezt szintén a sárga konténerbe kell beletenni, fel is címkéztük ennek megfelelően ezeket a konténereket. A nulladik fázis az, hogy a lakos otthon gyűjti, utána elhozza a szigetre, majd ez utóválogatásra kerül, ami a további hasznosításnak megfelelően történik. Nőtt az emberek környezettudatossága, és az utóbbi években egyre elterjedtebbek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Bár a statisztikai adatok szerint mennyiségi változás nincs, hiszen településünkön a hetente elszállított hulladékoknak csupán a 3-5%-a szelektíven gyűjtött. Hála Istennek, ahogy elkezdtük már a legelején, lényegében nem számolhatok be különösebb változásról. A szigetek nagyjából maradtak az eredeti helyükön, tehát jól voltak eltalálva a szigetkihelyezések, és meglepő módon én saját magam lepődtem meg, hogy egy olyan szolgáltatás, ami korábban nem volt, óriási lelkesedéssel és tisztességes mennyiség gyűlt már össze az első hónapokban. Hát sajnos itt ugye a mennyiségben annyi szépség van, hogy azóta beköszöntött gazdasági válság, ami ugye az embereknek a fogyasztását, és ezáltal a hulladék kibocsátását visszavetette, emiatt csökkentek a szelektíven gyűjtött hulladékok. Megmondom őszintén, az átlaghoz képest alatta vannak ezek a számok jelenleg, de ez a földrajzi elhelyezkedésünkből és az említett gazdasági válságra vezethető vissza. Püspökladányban heti szinten 75 tonna hulladékot szállítunk el, és ennek egy olyan 3-5%-a, amit említettem, hogy éves szinten az éven belül ingadozása, ami szelektíven gyűjtött hulladék mennyiség. Ezt szeretnénk egy 10% köré legalább jövőre elérni. Az országos átlag az egy ilyen 15% körül van. Püspöktalányban sok esetben a gyűjtők hamar megtelnek, így az elszállítás idejére hatalmas kupacokat építenek azok, akik már nem tudják a helyére gyömöszölni a hulladékot. Elszomorító azonban, hogy a lakosok gyakran nem oda való szemetet is oda helyeznek, vagy éppen beletesznek a konténerekbe. Mindig el kell mondani, ez a tapossa laposra. Ugyanis említettem a PET palackot, de akármelyik csomagolóanyag fajtát, ugye ha ezeket nem tapossuk laposra, akkor lényegében levegővel telik meg, zömében levegő kerül szállításra, ami a költségeket egyrészt növeli, másrészt meg hamar megtelnek az edényzetek. Ezért, hogyha mindenki tényleg szorgalmasan már eleve otthon úgy gyűjteni, és otthon is ezáltal keves ritkában kellene elvinni a szigetekre, akkor később telnének meg az edényzetek, a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek, valamint van még egy olyan mellékhatás, hogy nagyon sokan nem rendelkeznek tetésszerűen használják. Tehát nagyon sok olyan észrevétel, panasz érkezik, valamint amikor megtelik egy konténer, és akkor megyünk, hát szinte lehetetlen, mert pénteken leírtettem, akkor hétfőn miért van tele a konténer? Hát sajnos nem azzal adott szelektív hulladékkal van tele, hát lehet, hogy hétvégén esetleg nagy takarítás volt, lomtalanítás volt, vagy mit tudom, egy kis felújítás a lakásban, és sajnos rendeltetésnek nem megfelelően használják. És azáltal nem csak az, hogy megtelik az edényzet, hanem a benne szelektíven gyűjtött hulladék is lényegében kárba visz, azt már nem lehet újrahasznosításra felhasználni. Simon Pétertől továbbá megtudtuk, nem csak a kukák szabálytalan használata okoz problémát társaságuknak, hanem a rongálások is. Ilyenkor általában a teljes edényzet cseréjére is szükség van.
Sajnos kénytelen vagyok igennel válaszolni. Nagyobb településeken, városokban sajnos a vandalizmus rongálás sajnos. Pontosan legutóbb Püspökladányt tudom említésű hozni, ahol egy darab szigetünkön valamennyi edényzetet felgyújtották és leégett mind a három. Hát ezt pótolni kellett, ezek az edényzeteknek a beszerzés értéke cirka 100 000 forint. Tehát ez megint azt mondom, a közösség rovására történik az ilyen vandalizmus. Nem túl sok mindent lehet tenni, rendőrségi feljelentést minden esetben megtesszük, csak hát elég nehéz ezeknek ügyeknek a rendőrségi kivizsgálása is. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést szeretné a KFT a jövőben megvalósítani, hiszen ez egy kényelmes megoldás kínálna a lakosoknak a háztartásokban keletkező szelektív csomagolási hulladékok elhelyezésére. Ennek előnye, hogy nagy mértékben csökken majd a háztartási vegyes hulladék mennyisége. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés, a szigetes módszer, ugye így nevezzük, ez is egy formája. Mindig mindentől van jobb, olcsóbb, drágább is. Meg kell említeni már most az elején a hulladék gazdálkodási törvényt, ami 2013. január 1-én lépett hatályban, és ennek a törvénynek a szellemében 2015. január 1-jétől, vagy legalább 2015-ben törekedni kell arra, hogy a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtést helyezze előtérbe a maga szolgáltatás, a közszolgáltatás. Természetesen egy lakótelepen, ahol nagyon nehezen megoldott a emeletes házakban az otthoni szelektív gyűjtés, illetve a hulladék tároló helyiségek kapacitása is nagyon minimális, hogy ott 3-4 frakcióba lehessen gyűjteni hulladékot. Ilyen helyeken életszerű a szigetek további működtetése, de mindenféleképpen mi erre készülünk fel, hogy a 2015 már abba az irányba mozdítja a szelektív gyűjtés, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtés. Ennek két óriási előnye van, sokkal több szelektív hulladékot lehet így összegyűjteni, és a másik, ami nagyon fontos, hogy sokkal tisztábban lehet összegyűjteni. Püspökladányban 22 úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő szigetre vihetik a lakosok a szemetüket. Azonban, hogy a tároló ne teljen meg idő előtt, nem árt arra odafigyelni, hogy a hulladékot mindig abba a konténerbe dobjuk, amelyikbe való. Ha pedig azt észleljük, hogy megtelnek a konténerek, értesítsük a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hiszen ők végzik városunkban a lakossági hulladékszállítást, és ez a szelektív hulladékgyűjtés egésze is az ő hatáskörükbe tartozik.